hogyan védekezett a Ferenc felső a ellen, a videó elején le kell szögezni, hogy a Ferencváros védekezése nagyon hatékony volt, hiszen a Leverkusen nem tudott helyzetet kialakítani ezen a mérkőzésen, hiszen összesen csak egy 0,68-as ízkét értek el a németek, úgyhogy szinte végig náluk volt a labda. Ez azért történhetett meg, hiszen a 4-3-3-ban védekező Fradi a pálya középső részét próbálta minél jobban lezárni. Ez nem is volt véletlen. Amikor tánál volt a labda, akkor úgy védekeztek, hogy Mai állt tá előtt, és a másik két ö, támadó játékos, Márkinyoszért, ráé zárt a kép két labda középpályásra, ha esetleg az egyik ö, oldalsó védőhöz kikerült a labda, akkor mondjuk Traoré kilépett rá, és Mai visszazárt, ennek köszönhetően a pálya középső részén a labdafelvő játékosokat nem tudták megtalálni. Ha esetleg mégis valaki mondjuk üres, üresen maradt volna, és megtalálták mondjuk Amirit vagy Demirbájt, akkor az Ahriasszán volt mindig az a játékos, aki fellépett és kisegített itt a védekezésben. Az egyik legfontosabb dolog, amiért a 4-3-3-as védekezést választotta a Ferencváros, az az, hogy végig sakban tudta tartani a középen játszó támadókat, hiszen mindegyikükre rá tudtak állítani egy középpályás, aki rá segített a védőkre. Ennek köszönhetően a visszalépő Virc, vagy a visszalépő középen játszó bármelyik mélységben játszó játékos, Diabi vagy Azmund, nem tudtak labdákat felvenni, hiszen valaki mindig követte őket. Ezért mondjuk a pályás szélén próbált helyzetet kialakítani a Leverkusen csapata, a szárnyvédő Elcsivics nyugodtan kiléphetett, hiszen a mögött elinduló Diabi nem volt veszélyes, hiszen Vécsi folyton követte, de akár maradhatott is Diabi. Mind, mert akkor Vécsi lépett ki Frimpongra, ráadásul amiatt, hogy Eszit, illetve a is nagyon szorosan zárt, az sem jelentett problémát, hogy gyakran akár Azmun is, vagy Ámédi is segítette itt a támadások építését, mivel nagyon szorosan vénekezett a Ferencváros, és mind a három középpályás akár kijött a pálya egyik részére, egyik térfelére, el tudták zárni a Leverkusen opcióit. Erre a megoldása az volt a Leverkusennek, hogy próbálkoztak azzal, hogy Virc lépett ki mélyebben, és ő vett fel labdát, de ilyenkor ugye a mindig szorosan követte, viszont ez jó volt neki, nekik, hiszen itt folyamatosan egyez egyezni -egy tudott Virc, és meg tudta venni a Harrison, és beléphetett ezekbe a nagy üres területekbe, hiszen a csapattársak folyton itt területet próbáltak nekik ráni, ami után lövésekkel, beadásokkal vagy kulcspasszokkal tudott próbálkozni. Ráadásul abban a pillanatban, hogy ő kilépett, és kiosztotta magába a helyeszen, akár Azmun, akár a szél szélről belövő játék, vagy egy felépő Demirbe is megkapott az üres töretbe a labdát, és ezután pedig szintén húspasszokkal próbálkoztatott Demirbe, vagy akár lövésekkel is, mint az első gólnál. Nyilván a Ferencváros úgy gondolta, hogy ez nem lesz veszélyes, hiszen Esziti és Vécsely is itt helyezkedik, ezért mondjuk egy távoli lövés, nem lesz veszélyes a kabura, alapból nem is volt veszélyes, de nyilván sok ilyen lövésben néha egy-egy beakad, ezt láthattuk ezen a találkozón is. Ha tetszett ez a videó és szeretnél hasonló elemzéseket látni, akkor mindenképpen iratkozz fel és kapcsold be a csengőt. Ha a véleményedet tudod like vagy dislike formájába jelezni, és ha bármilyen fontos véleményed van, vagy gondoltad, azt írd meg a kommentek között. Ez itt a Taktikai Tartalom, én Bonai Gergely vagyok. Hello!